A workshop előadásai során a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás és a klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kaptak főszerepet. A klímastratégiák sikeres megvalósításához elengedhetetlen az érintett célcsoportok tájékoztatása és szerepvállalása, valamint a társadalom szemléletformálása. Alapvetően a szemléletformálás a klímapolitikában jelenleg ugye még mindig két irányt képvisel, illetve két irányt kell, hogy felvegyen. Egyrészt a fő célok közé tartozik, hogy egyáltalán a klímaváltozás, az antropogén klímaváltozásnak a meglétét elfogadja lehetőleg a többség. A másik irány pedig annak a ténynek az elfogadása, hogy ebben a tekintetben az embernek még van dolga, tehát nem a természet dolga helyre rakni utánunk a hibáinkat, hanem a saját feladatunk, illetve a saját szükségletünk ez. Maga a klímaváltozás az a Föld egészét érintő probléma, és emiatt ez globális összefogás szükséges. Ugyanakkor a klímaváltozásnak a hatása mértéke az területileg különböző, ezért a stratégiát az célszerű minél kisebb területi egységre elkészíteni. Jelenleg Magyarországon kiemelt projekt eljárás rendbe kiírtak egy KEHOP 1-2-0 pályázatot, amely lehetőséget biztosít a összes megyei önkormányzat részére, hogy a megyei klímastratégiák elkészüljenek. A klímaváltozás kiterjedhet az átlagos hőmérsékletre, az átlagos csapadékra vagy széljárásra is. A sajtóban és a politikai viták során a klímaváltozás szót leggyakrabban az emberi tevékenység által okozott változásokhoz kötik. A klímát megváltoztató emberi tevékenységek közül a legtöbb figyelmet a fosszilis energia használatából származó széndioxid és más üvegházhatású gázok kibocsátása kapja. Gyakorlatilag különböző célcsoportokat próbálunk megszólítani, hogy szakértőink tudását minél szélesebb körben át tudjuk adni a társadalom minden résztvevőnek. Legutóbb a önkormányzatok voltak megszólítva, most a vállalkozók. Az emberiség már évekkel ezelőtt figyelmeztetve lett különböző módon, hogy a világ a visszafordíthatatlan klímaváltozás felé halad, és félő, hogy elveszítjük a lehetőséget, hogy korlátozni tudjuk a globális felmelegedést. Az előadók szerint még van esély a szemléletformálásra, ami pozitívan hathat környezetünkre. Ehhez azonban mindenkinek el kell hinnie, hogy önmaga is segíthet megvédeni földünket, akár egyszerű háztartásbeli változásokkal, amely nem is jár különösen nagy lemondásokkal.